önkormányzatok. Az egyik legnagyobb fejfájás az önkormányzatok számára, amennyiben fejlesztési beruházásra pályáznak, hogy honnan teremtsék elő a megkövetelt önrészt. Csíkszeredában erről is tanácskoztak önkormányzati vezetők és pénzügyi szakemberek. Árválság. Valóban csökkent a tejára a hónap eleje óta az élelmiszerüzletek polcain, ahogy azt a feldolgozók és a kereskedők vállalták, állapította meg a versenytanács. A tejtermelőknek azonban egyre kevésbé éri meg tejmarhákat tartani. Kultúra. Több városban is megszervezték a hétvégén az immár hagyományos múzeumok éjszakáját. Marosvásárhelyen különösen színes volt a kínálat. Nagyváradon újdonságok kerültek a látogatók elé. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nagyméretű fejlesztésekre számíthatunk az idei évben az egészségügyben. Még idén nekilátnak a három regionális kórház építésének, és több mint 100 millió euróból épülhet meg az új nagyváradi kórház is, jelentette be Bihar megyei látogatásán Alexandr Fila egészségügyi miniszter, aki egyben felszólította a kórházak vezetőségét, hogy hirdessenek versenyvizsgát az állások betöltésére. Több mint 100 millió euró értékű finanszírozási szerződést írnak alá ezen a héten egy új nagyváradi kórház megépítésére vonatkozóan, jelentette be nagyváradi sajtótájékoztatóján Alexandr Fila. Az új épületbe a megyei kórház járványosztálya és a tüdőgyógyászati részlege költözik. Az újságírók a már évek óta késleltetett regionális kórházakról is faggatták a tárcavezetőt, aki kissé dühösen azt válaszolta, amióta ő vezeti a szaktárcát, azóta a sínen van a három egészségügyi intézmény megvalósítása. A mandátumom ideje alatt nem volt semmiféle halasztás, sem késés a regionális kórházak ügyében, sőt azt mondhatom, hogy behoztuk a lemaradásokat, hiszen mindhárom kórház a megvalósítás fázisába került. A Jászvásári kórház esetében a műszaki terv elkészült, és ott kezdődnek az építkezési munkálatok. Hamarosan a kolozsvári kórház esetében is kész lesz a műszaki terv, és év végéig a krajovai is elkészül. Az egészségügyi minisztert azzal kapcsolatban is megkérdezték, hogy a rezidens vizsgára jelentkező orvosok azt állítják, nem jutnak álláshoz állami kórházakban. Ráfilá jogosnak nevezte a panaszt, és kifejtette, hogy tudomása szerint több mint 1000 olyan fiatal orvos van, aki átesett a nemrég szervezett szakvizsgán, de nincs állása. Meggyőződését fejezte ki, hogy a kormány jóvá fogja hagyni az alkalmazásukat az állami rendszerben. Ehhez azonban a kórházaknak előbb meg kell hirdetniük az állásokat, mondta, és felszólította a kórházakat, hogy hirdessenek versenyvizsgát a megfelelő működésükhöz szükséges orvosi és asszisztensi állások betöltésére. A költségvetési kiadások lefaragását célzó, a múlt héten elfogadott kormányrendelet ugyanis lehetővé teszi az egészségügyi személyzet alkalmazását a közszférában. Csökkent a boltokban a tejára a versenytanács által végzett ellenőrzések szerint. Ennek ellenére a tejtermelő gazdák problémája nem oldódott meg, sőt, sokan inkább a Vágóhídra küldik állataikat a Szarvasmarhatartók Romániai Szövetsége szerint. Ha a jelenlegi helyzet huzamosabb ideig fennmarad, az az ágazat gyors leépüléséhez vezet, állítják. Csökkent a tej fogyasztói átlagosára az üzletekben a versenytanács által végzett ellenőrzések szerint. A legtöbb helyen a megegyezés szerint 20%-kal csökkentették közösen a tejfeldolgozók és az értékesítők a termék árát május elejétől, de van olyan termék, amely 34%-kal lett olcsóbb. Habár az intézkedés célja a termelők érdekeit is szolgálni, az eddig ismeretek alapján nem ez történt. Az alacsony felvásárlási ár miatt sokan arra kényszerülnek, hogy Vágóhídra küldjék állataikat. Ez pedig a szarvasmarha állomány brutális csökkenését okozhatja, állítja a Szarvasmarhatartók Romániai Szövetsége. Bancsi András, a héderfájai gazdakör elnöke szerint, noha a márciusi visszavágás óta Maros megyében nem csökkent a tej felvásárlási ára, így is bajban vannak a tejtermelők, mert a jelenlegi összeg alig elég a gazdaságok fenntartására. A gazdák egyelőre megcsinálják. Benne vannak, és csinálják, de hogy ha így fog folytatni, biztos, hogy az egyéni gazdálkodás, mármint szarvasmarha tenyésztés kapcsán, az meg fog szűnni. Ugyanis itt nálunk a faluban ezelőtt 3 éve még 200 fölött volt a szarvasmarha állomány. Most ott vagyunk, hogy van 94 darab állat.
Tehát nem kifizetődő a gazdáknak. Egyáltalán. Hozzátette, amellett, hogy csökkentették az árakat, sok feldolgozó korlátozást vezetett be a naponta átvett tej mennyiségére. Bányász József a tejcsárda tulajdonosa, aki szintén foglalkozik állattartással, tisztában van a gazdák nehézségeivel. Ugyanakkor elmondta, látni kell azt is, hogy ilyenkor a termelt mennyiség növekedése miatt amúgy is csökken a felvásárlási ár, illetve számolni kell azzal is, hogy a tejtermékek árára nem vonatkozott az intézkedés. Világos, hogy most ilyenkor júniusban amúgy is minden évben alacsonyabb az ár, mert növekszik a tejmennyiség a zöldfű, a legelés megjelenése kapcsán, és hogy ez visszahat elsősorban a gazdára. A gazda számol, főleg a tavalyi nagy szárazság révén nagyon-nagyon sok szénát kellett vásárolni, szinte prohibitív áron, ami szintén meghúzta a gazdáknak a költségvetését. Az lenne a célra vezető az erdélyi gazdák számára, ha összefogással saját kezükben tudnák tartani a termelési, feldolgozói és értékesítési folyamatokat egyaránt, tette hozzá. A Szarvasmarhatartók Romániai Szövetsége ugyanakkor azt javasolta a kormánynak, hogy egy keretszerződés révén egy éves távlatban határozzák meg a minimális felvásárlási árat, valamint a boltokban ne csupán a fogyasztói árat tüntessék fel, ezzel is ráirányítva a figyelmet a problémára. Bukaresti pénzügyi szakemberek és székelyföldi polgármesterek részvételével zajlott konferencia Csíkszeredában, amelyen az elkövetkező évek fejlesztési irányairól egyeztettek, megvitatva a hitelekben rejlő lehetőségeket és veszélyeket is. Szó esett az Európai Uniós, elsősorban a regionális operatív programból és az országos helyreállítási tervből finanszírozott beruházásokhoz szükséges önrész előteremtése okozta nehézségekről is. Egyértelmű váltak, hogy a következő évekre olyan fajta szervezés munkát kell elvégeznünk, amely garantálja azt, hogy nem csak ki tudjuk vitelezni ezeket a pályázatokat, hanem hozzá tudjuk rendelni az önrészeket. A sok pályázati lehetőség egyben nehézségek elé is állítja az önkormányzatokat az önrész előteremtésének tekintetében, mondta a konferencia megnyitóján Korodi Attila, a házigazda Csíkszereda önkormányzata képviseletében. A Hargitai megye központ gazdasági szakemberei és önkormányzati vezetői már egy ideje keresik a megoldásokat erre, amely más hasonló helyzetben levő önkormányzatokkal és pénzügyi szakemberekkel válhat elérhetőbbé, fejtette ki a városvezető. Középtávon kell egy pénzügyi menedzsment terve, ami azt is jelentheti, hogy kötvény bocsájt ki, azt is jelentheti, hogy hitelt vesz fel, azt is jelentheti, hogy próbál más megoldásulni önkormányzatokkal, másokkal is megtalálni a megoldásokat. Miért? Mert ha nem társfinanszírozzuk az uniós projektjeinket, akkor sokkal nagyobb veszteség lesz a közösségeinkben, mert sarkalatos ügyekben nem fognak a fejlesztések megtörténni. Ha a csíki településekről beszélgetünk, elég gyakran találkozunk, egyeztetünk, és hiszem azt, hogy így jobban tudunk lépni, tehát ha egymáshoz igazítjuk az elképzeléseinket, akkor nem tevődnek egymásra párhuzamos dolgok. A konferencia plenáris előadásait követően panelbeszélgetésekben vettek részt az önkormányzati vezetők, azok pénzügyi képviselői, valamint a gazdasági szakemberek. Felvonultak a Maros megyei civil szervezetek Marosvásárhely főterén, ugyanis szombaton zajlott az Együtt a közösségért civil szervezetek vására. Az alkalomra számos programmal készültek a szervezők és a szervezetek képviselői egyaránt. 30 civil szervezet gyűlt össze szombaton Marosvásárhely főterén, hogy bemutatkozzon a közösségnek. A cél az volt, hogy az emberek tudják, hová lehet fordulni, ha segítségre szorulnak. Ugyanis ők rendszeresen, vagy akár időszakosan, de töretlenül a közösségért dolgoznak, habár sokan nem ismerik tevékenységüket, fogalmazott Korek Mária, a rendezvény társszervezője. Ez a 20. civil szervezetek vására együtt a közösségért motto alatt gyűlünk össze, már 20 éve, és most
is, mint akkor azt szeretnénk, hogy a Maros megyei, a Marosvásárhelyi közösség megismerje a civil szervezetek tevékenységét, mert hogy hát egyesek minden nap a szociális szférában, mások időközönként, de adnak valamit a közösségünknek. Úgyhogy ez volt a fő célkitűzésünk akkor és most is. Ugyanakkor ez remek lehetőség a szervezetek számára, hogy önkénteseket toborozzanak, hiszen segítségre mindig szükség van, tette hozzá. Az esemény fénypontja a civil szolidaritás menet volt, amelyhez bárki csatlakozhatott. A civil szervezetek sátrainál délelőtt 11 órától egészen késő délutánig várták az érdeklődőket élő könyvtárral, vércukorszint és vérnyomásméréssel, jótékonysági kézműves kiállításokkal, valamint gyerekfoglalkozásokkal, arcfestéssel. Többfajta tevékenységgel készültünk, főleg gyerekeknek szóló tevékenységek. Vannak óriás szappanbuborékok, arcot festünk, van egy bohócunk, egy máltás bohócunk, aki készít lufi figurákat, és lehet kézműves tevékenységet is. Kézműves tevékenységen is részt vehetnek a gyerekek. A szervezők célja volt továbbá felhívni a figyelmet arra is, hogy adunk 3,5%-át felajánlhatjuk egy-egy egyesületnek, amellyel nagyban hozzájárulhatunk a közösség jólétéhez. A hangulatot a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum diákjainak koncertje is emelte. Hamarosan befejezik a Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának felújítási munkálatait. Az épületszárny kívül teljesen megújult, most a belső terek berendezését véglegesítik, így a tervek szerint ősztől birtokba vehetik a tanulók az intézményt. A végéhez közelednek a kolozsvári Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának felújítási munkálatai. Már csupán az utolsó simítások vannak hátra, a kiegészítő épületszárny külső felújítását teljes mértékben befejezte a kivitelező cég. Az új köntösbe öltözött épületrész helyén régebb műhelyek működtek, kinézetre visszanyerte eredeti formáját, viszont funkcióban ezután a speciális iskola különböző foglalkozásainak ad helyet. Ebben az épületben ezután 4 osztályterem lesz, terápiás kabinetek lesznek, gyógytornaterem, egy rajz és kerámia műhely, egy nagyon modern tudományok és számítógépes laboratórium lesz, és még néhány kisebb fejlesztőterem. A sajátos oktatási nevelési szolgáltatások biztosításához beszerezték a szükséges felszerelések és eszközök többségét, például a szenzoros stimulációt és a fizikoterápiát szolgáló berendezéseket. A felújítási munkálatok során az épület egy teljesen új tetőszerkezetet kapott, korszerű elektromos és fűtésrendszert alakítottak ki, illetve értelemszerűen akadálymentesítették a létesítményt. Az intézményben jelenleg 114 diák tanul, Romániában az egyetlen magyar iskola, amely hallássérült, illetve különböző értelmi fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozik. Díjazták a Brenyó Mihály országos pontszerző matematika versenyen résztvevő tanulókat szombaton este a Marosvásárhelyi Bujai Farkas Elméleti Liceum dísztermében. A döntő fordulóba 11 megyéből jutottak tovább harmadikos és negyedik osztályos diákok. A versenyen legjobban teljesítő diákoknak televízión külön díjat adott át. 22. alkalommal szervezték meg a Brenyó Mihály országos pontszerző matematika versenyt a harmadik és negyedik osztályos tanulók számára. A verseny utolsó fordulója hétvégén zajlott, amelyet a szombati ünnepélyes díjátadó követett. A verseny célja az, hogy az adottságok a tehetségé formálását segítsük, felfedezzük a logikusan gondolkodó gyerekeket, segítsük, ösztönözzük őket. A vetélkedő már októberben kezdetét vette, ezért a szervezők minden idáig jutó diákot díjaztak. Természetesen az első, második és harmadik helyezett is díjban részesült. A kisiskolások nagyon szeretik ezt a versenyt, voltak olyanok is, akik nem először mérték fel tudásukat. Az egyik legjobb dolog, hogyha szereted, mit csinálsz. De az egy másik dolog, hogyha még abban jeleskedsz is. Jó érzés. A logikai feladatok nekem nagyon tetszenek, és mert nagyon jók a programok, és az elmúlt 2 év folyamán nagyon sokat tudtam tanulni. Nagyon jó érzés volt ezen a versenyen részt venni, mivel
nagyon jók voltak a feladatok, élvezetesek, és kellett hozzá logika, ami nekem az egyik kedvenc dolgom. Az Erdélyi Magyar Televízió minden évben kiosztott külön díját idén a harmadik osztályos kategóriában Vicsai Tímea, a Zilahi Református Veselényi Kollégium diákja, a negyedik osztályosok közül pedig Berecki Tamás Dávid, a Marosvásárhelyi Dácsia Általános Iskola tanulója kapta. A díjátadóra a vendéglátó iskola diákjai citera bemutatóval, rövid színdarabbal és akrobatikus látványtánccal is készültek. Míg Marosvásárhelyen az elemista kismatekesek vetélkedtek, Nagyváradon az 5-8 osztályos diákok vehettek részt a Csillagszerző Matematika Verseny országos fordulóján. A különböző feladatok megoldása mellett az ismerkedésre és városnézésre is volt lehetőség. 12. alkalommal szervezték meg a Csillagszerző Matematika Versenyt a magyar tannyelvű iskolák 5-8 osztályos diákjai számára. Az idei tanévben a megyei versenyeken és levelező fordulókon közel 300 diák vett részt, és ebből a 72 legjobb jöhetett el a Nagyváradon megrendezett országos döntőre. Ez a verseny az 5-8-as tanulóknak szól. A megyei selejtezők után azok jöttek ide, akik megyei nagyobb részt első helyezést, második helyezést értek el. Hát, hogy milyenek a feladatok? Hát nagyon szépek, minden matek feladat szép. A verseny általában a gondolkozást hivatott fejleszteni, nem a tananyagot kéri számon. A verseny és az eredmény hirdetést a Lórándfi Zsuzsanna Református Gimnázium dísztermében tartották, ahol évfolyamonként díjazták a legjobb eredményeket elérő diákokat. A tanügyminisztérium által is támogatott versenyen marosvásárhelyi, margitai, csíkszeredai és berettyószéplaki diákok végeztek az első helyen. Egymást váltották a színpadon a hagyományőrző hivatásos és amatőr tánccsoportok a hétvégén Marosvásárhelyen a Folk Fórum Fesztiválon. A különböző kultúrákat bemutató ünneplő rendezvényre egyedi hangulata miatt idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak. Hagyományőrző, hivatásos és amatőr táncosok léptek fel hétvégén a Marosvásárhelyen megrendezett Folk Fórum Fesztiválon. A negyedik alkalommal megszervezett rendezvény interetnikus fesztiválként ismert, amelyen a magyar, a román, a roma és a szász kultúra egyaránt bemutatkozhat. A táncosok fellépése mellett több programmal is kedveskedtek a szervezők. Nagyon örülünk, hogy jó idő van. Ez egy kicsit segít abban, hogy az emberek kijönnek ide a Marosvásárhelyi várba, és tulajdonképpen a program színes, kicsiknek és nagyoknak is kínálunk elfoglaltságot, van gyereksarok, ahol a legkisebbeket foglaljuk le, élőmesével, fa ügyességi kültéri játékokkal játszhatnak. A fesztivál idejelölt összesen több mint 50 amatőr és hagyományőrző együttes lép fel. A fesztivál fellépői között kicsik és nagyok egyaránt megmutatták tánc tudásukat. Én azért szeretem a néptáncot, mert ki tudok kapcsolódni, és mert be tudom mutatni a tudásomat, és szerintem azért fontos, hogy őrizzük a népi hagyományt. A Folk Fórumon tehát biztosított volt a jó hangulat, a népdalok, néptáncok bemutatására sokan kaptak lehetőséget. Rendkívül színes kínálattal, változatos helyszíneken zajlott a múzeumok éjszakája Marosvásárhelyen, több mint 100 programmal várták az eseményre az érdeklődőket. 100-nál is több programmal, valamint változatos helyszínekkel várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakájára Marosvásárhelyen. A Múzeumok Országos Szövetsége szerint Bukarest után Marosvásárhelyen volt a legnagyobb és legszínesebb programfelhozatal. Fülöp Tíme, a főszervező, elmondta, hogy a borús idő ellenére már az első órákban nagy számban érkeztek a résztvevők. Nagyon gazdag az idei évnek a kínálata, és különféle programok vannak, kiállítás, látogatástól kezdve, vetélkedők, katonai bemutatók, egy fúvós zenekar is fellép majd a várba, filmvetítés van, egész különlegesen ilyen 180 fokos szögben vetített filmek, kicsiknek, nagyoknak, időseknek, azt hiszem, hogy mindenkinek tudtunk programot kínálni az idén. Hozzátette, a gyerekprogramok különösen nagy érdeklődésnek örventek, ugyanakkor a legtöbb résztvevő az esemény főhelyszínét, a középkori várat kereste fel.
Farkas Noémi múzeum pedagógus elmondta, a kultúrpalotában alaposan kidolgozott, rendkívül érdekes kvízekkel várták az érdeklődőket. Egy vezető kvíz a kultúrpalotában, ami tulajdonképpen ahogy megérkezik a látogató a palotába, akkor már az előcsarnokból van két vagy három kérdés, és igazából vezet a palotába a kiállítótermekből, minden kiállítóteremből, illetve kiállításból van több kérdés, amire meg kell találni a választ. Ennek igazából egy ilyen vezető célja van, leginkább vezető célja van, vagyis hogy a látogató ne menjen el anélkül, hogy be nem ment volna minden nyitott térbe. A megszokott helyszín mellett vasárnap Mikházára is kilátogathattak az érdeklődők, ahol szintén változatos programokkal készültek a szervezők. 8. alkalommal szervezték meg a múzeumok éjszakáját Nagyváradon is. A különleges estén 7 óra és éjfél között állandó és időszakos kiállításokkal, interaktív programokkal várták az érdeklődőket a város különböző helyszínein. Május 13-án szombaton 19 és 24 óra között ingyenesen látogathatták az érdeklődők a nagyváradi múzeumokat is. Mind a görög és római katolikus püspökség, mind a Körösvidéki Múzeum egységei nyitott kapukkal várták az érdeklődőket. Az Ady Endre Emlékmúzeumban interaktív játékokkal és egy teljesen új, értékes műtárgy bemutatójával is készültek. Idén pedig azért is különleges a múzeumok éjszakája, mert a gyűjteményünk, az Ady Endre Múzeum gyűjteménye egy új tárgyal is gazdagodott, egy kötettel, Csinszka verseinek a kötetével, amelyet Bonca Berta Tabéri Gézának dedikált 1932-ben, és ez most megtekinthető első alkalommal új beszerzésként a kiállításban. A nagyváradi római katolikus püspökség több gyűjteménnyel és kiállítással készült. Látogatható volt a 2019-ben megnyitott Gránátalma Patika Történeti Múzeum, a Székesegyház és a Püspöki Palota kiállítóterei, amelyben akár a Szent László életét és kultuszát bemutató tárlatot is megtekinthették az érdeklődők. Nagyon hosszú ideig nem volt látogatható a Püspöki Palota díszterme, amely az épület talán leglátványosabb és legizgalmasabban díszített terem. Most ez is látható lesz. Látható a Szent László Herma, ami a liturgikus gyűjteményünk izgalmas darabja, de látható a reneszánsz és barokk festészeti gyűjteményünk, az ötvöstár, a textília gyűjtemény, nagyon gazdag, nagyjából 3000 négyzetméteren elterülő óriási kiállító felülettel várjuk a látogatókat. Az év egyik legfontosabb múzeumi eseményéhez Nagyvárad 8. alkalommal csatlakozott. Első alkalommal ünnepeltek 100. születésnapot a Marosvásárhelyi Kálvin János idős otthonban. Az egy évszázada született Anna nénit az otthon lakói, dolgozói és családja köszöntötték. Meghatódva mondott köszönetet a 100 éves Anna néni mindazoknak, akik szeretettel fogadták be őt és gondoskodtak róla a Marosvásárhelyi Kálvin János idős otthonban. Az ünnepeltet szülővárosa Radnót polgármestere köszöntötte az otthon többi lakója és családja jelenlétében. A születésnapos szerint a hosszú élet titka a munka és a hit, ezzel családja is egyetért. A feltétlen munka. Tehát igazából neki nem voltak ilyen különleges egészségügyi elképzelései, vagy olyan receptjei, amit betartott ahhoz, hogy ilyen hosszú élet. Nagyon sokat dolgozott gyerekkorától, tehát 94-95 éves koráig, amíg bírta, nagyon-nagyon sokat dolgozott. Számára ez volt az éltető elem, amiért ilyen szép kort megél. Az otthon igazgatója az ünnepségen elmondta, nagyon sokat tanulnak az otthonban élőktől. Nagyon sokat lehet tanulni szinte mindenkitől. Anna néni a maga előre haladott életévével, hát ugye közel 100 év volt már, mikor dekerült, most meg is érte Istennek hála a 100. életévét. Na, ennek az évszázadnak a tapasztalatait tudta át, tehát mindaz, ami benne leszűrődött bölcsességként, azt nagyon szívesen és tudatosan osztotta meg velünk. Hozzátette, öröm számukra a szépkorúakat köszönteni. Anna néni után még vannak a sorban olyanok, akiket reményeik szerint ugyanilyen vidáman ünnepelhetnek majd a születésnapjukon. Megnyerte az alsóházat a VSK, sporttal folytatjuk.
Hazai győzelme után idegenben is fölényesen nyert a Csészeme Törgúzsió ellen a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. Ezzel lezárta az idényt és első helyen végzett az alsóházi rájátszásban. Nem volt kérdéses a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapatának győzelme az élvonalbeli kosárlabda bajnokság 11. helyéért rendezett párharc második mérkőzésén sem. A hazai sima győzelem után a lendületük idegen pályán is megmaradt, 94-58-ra győztek, amivel megszerezték az alsóház első helyét. Száz Gáspár Barnabás, a marosvásárhelyi VSK elnöke elégedetten értékelte a marosvásárhelyi kosárlabdázók visszatérését az élvonalba. Nagyon szép és nagyon jó eredményeket hoztak. Ezen dolgoztunk, erre vártunk is, tehát ez a gyümölcse az utolsó három évi stabilitásnak, kontinuitásnak, ahol jó kondíciókban készültek a sportolóink meg az edzőink. És ez bebizonyult még egyszer a sportban, hogyha van egy középtávú vagy egy hosszú terv, projekt, akkor működik is, és hogyha egészséges kontinuitás élveznek a sportok meg az edzők, akkor az eredmény is pozitív és nagyon jó. Hozzátette, a szeptemberi idényt is az éppen befejezetthez hasonló céllal kezdik, a hazai játékosokra terveznek alapozni. Ugyanakkor az idegen légiósok közül többen jelezték, hogy a továbbiakban is Marosvásárhelyen szeretnének kosárlabdázni. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!